Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom a Blockchain tudásforrás én Pinka Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony a Bitcoinnak a piaci kapitalizációja új rekordot döntött, átlépte az 1,6 billió amerikai dollárt. Aztán a második hír arról szól egy másik rekorddöntés. Méghozzá a Blackrocknak a Bitcoin Spot ETF-je lenyomta az Aranyspot etf -jét. Tehát több pénz van most már a blackrock BlackRocknál a Bitcoin Spot ETF-ben, mint az Aranyspot etf -jükben. És a harmadik hír pedig arról szól, hogy a MicroStrategy is a rekordot döntött. Először is megduplázták a bitcoinba betett pénzüket ezzel a DC stratégiával, tehát a Return of Investment, az most már több mint 100 és ugye az értéke, amit birtokolnak a bitcoint, annak mely meghaladja a 20 milliárd amerikai dollárt. Szóval ezekről lesz szó a mai videóban. Természetesen ugye bitcoin all time high folyamatosan és folyamatosan, tehát a mai napon is megdőlt a 82 ezer dollár, és hogyha napra kész akarsz lenni kriptóban, akkor nagyon egyszerű, akkor iratkozz fel erre a csatornára. Ugyanis itt minden nap megkapod a legfrissebb kriptós blokklánc híreket, hétfőtől vasárnapig napig több short videót kapsz, hétfőtől csütörtökig kapsz ugye ilyen hosszabb videókat, mint ez is éppenséggel, valamint érkeznek majd ide is interjú, különböző más videók is. Tehát rengeteg-rengeteg tartalom, a cél az, hogy te napra kész legyél. Ha ez fontos, mondom, akkor iratkozz fel. És ha tetszik ez a tartalom, akkor pedig jöhet a like, és akkor vágjunk is bele. Ugye múlt héten ugye, bejelentettem, hogy megjelent az új könyvem, amit megtalálsz a blockchainbloom.com oldalon. Tehát, hogyha idejöttök is itt a honrapra ide-kattint a zöldre jössz, akkor itt van az 50 leggyakoribb kriptós hiba. Tényleg próbáltam úgy időzíteni a dolgot, amikor sok embert érdekel, tehát megválasztották Trumpot, és ugye a rákövetkező napon ö, már meg is jelent az új könyv. Nagyon sok hónap munkája van benne ugye több év munkája, ha úgy tetszik, mert több száz, több ezer olyan e-mailből és kommentből raktam össze, ami rávilágított, hogy milyen hibákat követünk el mi kriptósok, és ez megvan, ez bizony milliókat menthet meg neked. Szóval, ha a többi dolog neked már megvan, akkor itt van ezt a könyvet, ajánlom a figyelmet. Viszont, Fontos előrendelés, jó? Tehát, ha most megrendeled, akkor esélyed van arra, hogy akkor december első felében karácsony előtt mindenképpen megkapta. A másik dolog, amire fölhívnám figyelmed, ez a sikercsomag. Ugyanis karácsonyi akció jelen pillanatban, szintén előrendelés, mert ugye érkezik majd még itt a, a 2025-os naptár, és ide az új könyv is egyszerre, ha már minden készen, akkor fogjuk postázni, ezt is december elején. Viszont mindenből duplát kapsz. Ez azt jelenti hogy kettő első mappa szettet, kettő másik, kettő kriptós térkép, kettő naptár, kettő új könyv, és így tovább, és így tovább. Tehát a csomag értéke 204 ezer forint, ez most neked csak 46 ezerbe kerül. Miért fontos ez? Mert tudni, hogy most lesz egy csomó ember, aki meg fogja kérdezni tőled, megy fel a bitcoin, all time high -ok, és ő tudják, hogy te ezzel foglalkozol. Hú, miről szól az egész? Tudnál akkor nekem segíteni? legyen neked egy ajándékot karácsonyra annak az embernek, akire úgy gondolod, hogy oké, okay, ezt az infót megosztom vele, mert ebből a csomagból nagyon jó lapokat tud összerakni, hiszen az összes könyv, az összes mappaszet benne van, és egy nagyon szép csomagolásban ugye a két mappaszet, tehát egy nagyon impozáns ajándék is egyben jó. Igazából ez az ár marad majd innentől kezdve ugye karácsony utántól, és csak egy szettet kapsz, tehát most duplán kapod, és valakinek tudsz kedveskedni, már is meg van a karácsony ajándék. Na, ennyit akkor erről, és ne felejtsétek el, hogy a klub találkozó a BCB klubba, ugye tudtok itt is jelentkezni, a vip ban mindenféle tartalmat láttok, ami föl van téve, látjátok, most is heti jelenzés videó fölkerült, aztán ugye a hírek jönnek. És itt van egyébként a találkozóról a jelentkezés, való jelentkezési lehetőség. 21-én ebben a hónapban ismételten összegyűlünk, lesz vendégeleadó, én is előadást tartok, tombola, rengeteg ajándék, és ugye vízjáték, klassz vacsora, és ez a közösség, ami már három és fél éve összetart, ha csatlakozni akarsz ehhez, hogy a legtöbbet kihozd ebből a piacból, akkor lehetőség alatt adott, hogy a VIP tagsággal látsz mindent, és akkor itt a honlapon tudsz egyszerűen csatlakozni. Jó, ha éves díjat választod, nagyon fontos, akkor kettő hónapot ingyen kapsz. Gondol bele, mindenféle fontos információt megvan, és még két hónap ingyen van, akkor onnantól kezdve azt akár valamiben be is fektetheted, hiszen úgyis itt akarsz lenni 2025-ben majd. Na jó, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a piac. Jelen pillanatban úgy, hogy a bitcoin közel 20%-ot ment az elmúlt hét napban. Az elmúlt 24 órában 2,8%-ot, megint még mindig úgy mondanám 82 ezer dollár felett van, amikor ezt a videót felveszem. Ethereum kb. 30%-ot ment föl az elmúlt ö, hét napban. De nézzétek meg a Solana 32-t, a Dogecoin 86-ot, a Cardano 79-et, Shiba Inu 53-at, és ezek a nagyok, tehát itt mutattam, ez körülbelül a, a, a top 10-ről beszéltem. Ilyen növekedések voltak jelen pillanatban. Aztán, hogyha megnézzük az elmúlt 24 óra nyertes a Dogecoin volt, a Dogwit hat, tehát ugye hullad a Dogs Out, tombolnak a kutyák. Éppen Kronos is hogy majdnem 20%-ot felfelé. A napvesztese, Eddig a Nero 12%-a, a Lido Dao 6%-ot, és, mondta -ot, és a 6%-ot, és egy pár esnek összességében jó a hangulat. Ami nagyon fontos, hogyha megnézzük, és itt kezdjük ezzel, hogy heti zárás. Soha ilyen magason nem zárt a hogy 80 ezer dollár fölött zárta a hetet, 428 dollárral, és utána ezen a héten, hétfőn folytatódik most a felfelé menetel. Hogyha megnézzük ugye a havi szintet, akkor is láthatjuk, hogy a szeptember gyönyörű volt, a november, a október gyönyörű volt, és hát puh, egy nagyon szép gyertya eddig a novemberben. Ez mindig érdekes, ez mindig ö, meg szoktam magamban így, jegyezni, hogy amikor az október nem indult olyan bikásan, akkor rögtön egy-két ember írt, hogy és ennyi volt az egész, mit tudom, mi esik a kriptó. Aztán Jött a, vagy a szeptember is, ugye, ott jött az október, ugyanígy, most a november így indult, és egyébként egyenről nagyon jól nézünk ki. Csak azt nem értem, hogy ilyenkor hova tűnnek az üzenetek, hogy most nagyon szépen megy fel a kriptó, múltkor írtam, hogy nagyon esik, most megy. Tehát könyörgöm, aki most nem tud írni, az ne írogasson már majd a későbbiekben ilyeneket, mert nem arról szól, hogy pillanatnyi helyzetjelentéseket adunk, hanem hosszú távú stratégiánk van. Jó, tehát tök fölöslegesek azok az információk, amikor azt mondják valaki, hogy ó, oh, már nem lesz ebből semmi. Jó, akkor ne kriptóz, hogy az egész a francba, ne a csatornát, és nem kell vele foglalkozni, Én mindig ezt mondom. Vagy gondolkoz hosszú távon, és akkor nem így ilyen apró dolgokra fókuszál az ember, hogy éppen hol tart, 8 hónapig oldalasztuk. Igen, de ez a része a, a, a kriptózásnak. Medve piac, barmi hosszú ideig tartott. Igen, de ez a része a kriptózásnak. Megyünk most fel felé ez is az. Megyünk majd még lefelé, hát tuti. Szóval, hogy mindenki erre számítson, csak mondom érdekes, hogy azt megírják, ezt meg nem szokták annyira euh, megírni. A logikát persze nem látom benne. Na, szóval lehet látni hogy itt a napi szinten is szépen megyünk fölfele, hogyha megnézzük a bitcoin dominanciát, hogy kicsit elkezdett csökkenni, ez azt jelenti, hogy az altok elkezdtek szépen fölfele menni. A kisebbek még váratnak magukra, bár ott is egy, növekedés van. A nagyobbak, hiszen mint előbb is mutattam, a, ugye szépen elindultak. Na, és akkor jöjjön az első hír, mert ennek köszönhető, hogy Bitcoin all time high, hogy a Bitcoinnek a piaci kapitalizációja is új rekordon átéptük az 1,6 billió amerikai dollárt. Bizony, megyünk fölfelé a bitcoinnak a piaci kapitalizációja, most már több mint 1,6 billió amerikai dollár, tudom, amerikai angol trillion, tehát ne felejtsük, hogy ha magyarul beszélünk, akkor beszélünk ugye a billióról. Csak azért, mert a, ezt az nyitottam egy előbb is bele, hogy nézzétek meg, e, a, frissítsük rá, változott-e? Igen, picit változott -e egyébként, ilyen szépen megy föl, fel. majdnem 3 billió amerikai dollár a kriptónak a piaci kapitalizációja, de ha magát a bitcoinit nézzük, akkor lehet látni, hogy átléptük, itt lehet látni az 1,6 billió amerikai dollárt, tehát 1626 milliárd van jelen pillanatban csak bitcoinban. És ez szerintem nagyon fontos, valamint, hogy megnézzük azt, hogy ugye most volt múlt héten az újabb kamat csökkentés, 25 bázisponttal csökkentette a Fed kamatot, és ugye az első ilyen szeptember volt hosszú idő után, akkor 50 bázisponttal, és lehet látni, hogy az év végére, december 18-ra is egy 25 bázispontos kamat várnak, januárban is majd, és így tovább, és így tovább. Tehát ha ez így megy, akkor egészen a ugye a kamat az lemehet 3,74%-ra 2025 végére. És hogyha ugye most megvolt az elnökválasztás, úgy csúcson a Bitcoin, Trump egyébként is kriptopárti, ha minden igaz, akkor így most akkor ő lesz most már, és emellett folytatódik a kamatcsökkentés, és nincsen recessziós helyzet. Tehát hogyha ez így kialakul, akkor mindenképpen egy esélyes növekedésnek nézünk elébe, és ezért is ilyen most a piac. Nyilván mindig történt a The Black Swan esemény, de jelen pillanatban ugye szépen megyünk továbbra is felfelé. Jó, tehát ez volt az egyik, amit meg akartam említeni. A másik, másik rekord, hogy a BlackRocknál a Bitcoin Spot LTF-ben lévő pénz már magasabb, mint ami az Arany Spot LTF-jükben van. Nos, ha megnézzük ezt, az arany iShares Gold ETF ugye e, már 2005 óta létezik. A Bitcoin Spot ETF, az iShares, ugye csak idén, január 11-e óta, beszélünk itt 11 hónapról kb. És már most, a kép itt jól illusztrálja, a Bitcoinban 33 milliárd dollárnál több míg valamivel kevesebb van az aranyban, 33 milliárdnál, 32,9 milliárd dollár. Tehát, úgyhogy az arany 2005 óta létezik nekik, az, az ETF-jük, a bitcoin, ilyen szinten nő, tehát hogy, 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 érezzük, hogy, hogy micsoda változás megy itt végbe a világba, itt a digitális világnak köszönhetően. Ha azt megnézed, hogy mennyi áramlott be a múlt héten a Bitcoin Spot ETF-ekbe az USA-ban, akkor beszélhetünk összesen 20.268 bitcoinról. Míg 3150 bitcoin kerül a rendszerbe per hét. A többszörösét vásárolják fel. Ha megnézed itt a különböző kibocsátókat, a BlackRocknál november 7-én volt olyan nap, ahol öm, ö, már 1119 millió dollár áramlott egy napban, csak a BlackRockba. Aznap az össz az 1373 millió volt. Ö, tehát több mint egy milliárd. Ö, 8 itt is folytatódtak a dolgok, nyilván már nem olyan mértékben, de a lényeg az, hogy összességében iszonyatos pénzekről beszélünk. Tehát továbbra is lehet látni, hogy hízik, hízik a BlackRocknak és a többinek is a Bitcoin Spot ETF-je, és ilyen igény van jelen pillanatban rá, és ennek köszönhető is, is ennek is, hogy ugye elindult a Bitcoin ára felfelé. Úgy, hogy a retail az még ébredezik, és már ugye ilyen új rekordokat láthatunk jelen pillanatban. Na, és intézményi befektetőkről beszélve, ott van a MicroStrategy, ahol pedig újabb rekordok vannak, ugyanis mostanra a DC stratégiának köszönhetően megduplázták a Bitcoinba tett pénzüket. Először is az első rekord, hogy elérte a 20 milliárd amerikai dollárt, annak a bitcoinnak az értelmű, rendelkeznek, sőt meg is haladta. Ugye 250-2200 bitcoin van a microstrategy -nek. Igen ám, de annak a stratégiának köszönhetően, amit itt látsz, hogy vásárolnak 2020. augusztus óta kicsit, itt, kicsit, ott, kicsit, itt, kicsit, kicsit, mindegy, hogy csúcson vagy éppen lent van, folyamatosan veszik, ezáltal mostanra van egy 39.292 dolláros átlagáruk, hiszen dc tek és ennek köszönhető az, hogy most már 104%-ban vannak, 42 alkalommal vásároltak bitcoint cégesen, és ennek köszönhető, hogy mostanra már dupláztak. Tehát ez is azt mutatja, hogy mindig azt mondják, hogy ó, bitcoin vegyek bitcoin, ne vegyek bitcoint, mindenki eldönti magának, de itt van a jó példa, a MicroStrategy dc zik nem nagyon ugrált, hogy csak az alján veszek, csak nem, mindenhol többször vásárolt csúcs környékén, és így tovább, és így tovább. Így is nagyon szépen plusz van, szerintem ez egy, ez egy nagyon jó ö, példa, hogyha ezt nézzük. Na, és akkor menjünk most rá a kérdezfelek rovatra. és hogy van egy tök jó hozzászólásod, bármi információ, ami szintén hasznos lehet a közösségnek, akkor írhat bátran. Ja, azért ülök most így <laughs> pulóverben, és nem a, a szokásos pólomban, miatt valaki megkérdezi, mert éppen az egész rendszer cserédik az épületben, ahol vagyok, és barom hideg van, nincsen fűtés ma egész nap, de cserébe azért már kint is igazából hideg van, szóval most ez egy ilyen pulóveres dolog, de egyébként majd visszatérek a, a Pólums verzióhoz. Na jó, azt mondja, szia Attila, 2023. novemberében kezdtem el kriptózni, nem sokkal, 400 dollárral, három eszközzel, Bitcoin, Ethereum, Solana. Első komolyabb portfólióból megvettem, ö, profitból, bocsánat, megvettem a könyvcsomagodat. Azt szoktad tanácsolni, először tanuljunk, és ha megvan a stratégia, vágj vele. Én ezt egyszerre csináltam. Egy év elteltében büszkén mondhatom, hogy a befektetett tőkém 100%-a meglett. Köszönöm a napi videóidat és a profit profitjából. BCB klubtagság lesz, csak így tovább jön ez. Köszönöm szépen, hogy ezt megírtad, és hogyha, és nagyon örülök a sikerednek, ne felejtsd, és te csak magadnak köszönheted, tehát magadat, Vereges Válon, nagyon örülök, hogy fogyasztod a, a tartalmaimat, tök jó, de tényleg te lépted ezeket a dolgokat meg, és oké, okay, hogy egyszerre csinálod, de legalább csinálod. Tehát sokan csak beleugranak a kriptóba, nem vesznek könyvek, nem végeznek semmilyen ö, képzés, nem csatlakoznak olyan közösségekhez, hogy tanuljanak, és mégis azt várják el, hogy nincsen rálátásuk, nincsen tudásuk, de ők sok pénzt csinálják belőle. Hát nyilván nem fognak. És ö, ez már annyiszor bebizonyosodott. Viszont aki tanul, az egyre többet és többet és többet ki tud ebből hozni. És igazából szerintem ez a lényege. És ha úgy gondolod, megtisztelő, akkor várunk szeretettel a BCB közösségben. Azért most nagyon sokan a könyvvel kapcsolatban írtatok, meg gratuláltatok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Szóval ne felejtsétek, hogy itt van az új könyv. Már rendelhető, ha most megrendeled, akkor megkaphatod már karácsony előtt. Valamint itt van ez a nagy csomag, ami azt jelenti, hogy mindent most duplán kapsz, bármi, ami benne van, ugye duplán jár neked, és pontosan ezért, ha ez az időszak van, és a karácsonyi vacsoránál majd megkérdezik tőled, hogy na, kripto, hú, hallom, így most akkor elindult, akkor azt a valakit meg is tudod ezzel lepni, hiszen ajándékba kapod, ez a normál csomagnak az ára, ami azt jelenti, hogy karácsony után ez már mindenből már csak egy fog járni. Érdemes lesz ilyen szempontból kihasználni, aki szeretne ebből a Bitcoin piacból a legtöbbet kihozni, és időben euh, tanulni. Jó, köszönöm szépen akkor a euh, figyelmet, ne felejtsétek el, minden nap azon a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket. Szóval, ha napra kész akarsz lenni, akkor iratkozz fel erre a csatornára. Jó, és ha tetszik a tartalom, tehát hogyha hasznos is a számodra, akkor pedig nyomj egy lájkot, Azt köszönöm szépen, találkozunk a következő videóban, sziasztok!